mindig úgy volt, hogy egyszer csak valaki felemelte a fejét, aztán meglátta. Nem könnyű ezt megmagyarázni. Képzeljétek el, 1000-nél többen voltunk azon a hajón. Utazgató gazdagok, emigránsok, fura alakú, persze. Meg mi? Novecento, azaz új század, vagy, mert így többet mond, századforduló. Egészen pontosan 1900. Utóbbi ismerősen csenket, ez az eredeti címe ugyanis annak a hollywoodi produkciónak, ami méltán tette híressé Alessandro Baricco olasz íróművét. Nálunk az Óceánjáró zongorista legendája címen mutatták be Tim Roth főszereplésével. A monodráma, mert hogy eredetileg az, szinte kiáltott azért, hogy színpadra vigyék végre itthon is. Megtették, és milyen jól tették. Miközben a történet könyvlapról filmvászonra, filmvászonról színpadra vándorolt, semmit sem veszített erejéből, pedig nem is annyira az egyébként nem mindennapi történet a fontos, hanem az, ami mögötte húzódik. A magyar fordítás, igen, az a az Óceánjáró zongoristájának a legendája. Szándékosan más, persze, mert saját fordításunk van. A könyvnek már azért ez volt a címe, tehát ott vállaltam ki a 900. Ez Alessandro Baricconak egy elbeszélő drámája, direkte monológ színházra készült. Olaszországban ez nagyon divatos, ez a társulati formula, illetve hát, hogy pont, hogy a társulati formula nem divatos, inkább szólóba, nagyon sokan szólót vállalnak, és aktuális társadalmi problémákat feszegetnek, és több órán keresztül csarnokokat töltenek meg, úgyhogy arrafelé ez egy nagyon nagy divat, és egy olasz ismerősem ajánlotta nekem ezt a könyvecskét, és elolvasván rájöttem, hogy bizony-bizony van kapcsolat az én életem és a főhős, illetve igen, a főhős történetével kapcsolatban. Úgyhogy, hogy miről szól? A empátiáról szól, befogadásról, a másik elfogadásáról szól elsősorban, tömören. Egyébként egy művészember szempontjából, akikről mindig szívesen mondjuk, hogy különcök, és egy, az ő szempontja, az ő életek egészen különös élete és életmódja az, amit el kell fogadtatnom 80 perc monológgal a egybegyűltek előtt. Hölgyeim és uraim! Ladies and gentlemen, madame und herren, signore et signori, mesdames et messieurs! Isten hozta önöket ezen a hajón, ezen az úszóváros! Isten hozta önöket! Gitára jól szerűen Hopkins, és végül a zongoránál Danny Goodman, D.D. Lemon, Novecento a legnagyobb! Valóban ő volt a legnagyobb. Tényleg? Nem véletlenül talált rá Hollywood a történetre, és nem véletlenül vált a film felejthetetlenné. Minden egyes jelenete, különösen a kulcs jelenetek beleégnek a néző agyába, és a színpadi előadás alatt is újra és újra előtörnek a vásznon látottak. Ezzel együtt nem kell a filmet látni, anélkül is van olyan érzékletes az előadás, hogy megálljon képi emlék nélkül, olyannyira, hogy a darab megírása is mentes a filmélménytől. Egy pár olyan mellékágat csaptunk le, tehát a hajó egyéb személyzete nagyon be van játszva, azt hiszem, a filmben is, és a könyvben is, a hajós kapitány is sokkal több szerepet kap. Mi egy barátságról akartunk beszélni, és a narrátor, a mesélő, a trombitás, ahogy a filmben is, a könyvben is egyaránt, ő meséli a barátja extrém történetét. Annyi, hogy a Novecentót nem halljuk a előadásban játszani, tehát amikor Novecento játszik, az csak el kell képzelni, és őt magát sem. Van egy pillanat az előadásban, amikor lemegyek a nézőtérre, és
és csak a hangját lehet hallani. Egy Danny Goodman nevű tengerész találta meg egy nap, mikor már mindenki kiszállt Boston kikötőjében, egy kartondobozban bukkant rá. 10 napos lehetett, nem több, de nem sírt. Csak nézett kifelé hatalmas szemekkel abból a nagy dobozból. Az első osztály báltermében találta a zongorát. Mondjuk nem úgy nézett ki, mint egy első osztály bélingi szülött. Tehát ilyeneket inkább az emigránsok csináltak, hogy megszülték valahol titokban a gyermeket, aztán ott hagyták a hajóhídon, de nem gonoszságból, nem. Csak a nyomor volt az oka, ez a sötét nyomor. Mint a ruhákkal is, amikor felszálltak rá. A fenekük csupa volt, a mindegyikükön agyon hordott ruha, gondolom az egyetlen, ami ott volt. De mivel Amerika, hát ez mégiscsak Amerika, a leszállásnál azt láttad, hogy mindannyian jól öltözöttek. A gyerekeken cuki, fehér ingecskék, a pasikon még nyakkendő is. Feltalálták magukat. Ők az alatt a 20 napos út alatt szaptak, vartak. A végén nem találtál egyetlen függöny sem a hajó, sem egy lepedő, semmit. Szép ruhát készítettek maguknak Amerikához az egész családnak. Mit mondhattál volna? Gondolom, ezzel a kisráccal is valami hasonló történt. Biztos az járt a fejükben, hogy ha ott hagyjuk az első osztály báltermében, zongorán, tehát biztos valami gazdag ember veszi magához, aztán egész életében boldog lesz. Szép elképzelés volt, de csak félig vált be, mert gazdag az egyáltalán nem lett, de zongorista az, igen. Az idő érdeli a történetet, különösen, ha színdarabról beszélünk. Szóval az öreg. Ami kezdetben még része a darabnak, az később kikopik, ahogy előadásról előadásra látja a színész, hogyan reagál a közönség. És ezért olyan fontos az, ami a történet mögött húzódik, nevezetesen a sors és az elfogadás. Ez ugyanis az, ami a főszereplő e különös figura lényét adja. A filmet én nem láttam, viszont hát tudni kell, hogy Hollywoodba készült, tehát annak ellenére, hogy Torna Torre csinálta a filmet, hollywoodi produkció, tehát nem lehet versenyezni egy ilyen büdzsével, és ilyen, tehát abban a filmben szerelmi szál, stb. Bőven akad. Nálunk ez egy 3 mondatos visszaemlékezéssel le van tudva. Nem az a főszál, tehát nekünk erre nem volt szükségünk. Meg van húzva a könyv, illetve csináltunk belőle egy saját fordítást. Azon kívül még egy kicsit mattásítottam is, tehát mégiscsak, hogy személyesebbé kellett tennem a megfogalmazást, és hát nem ártott neki. A könyv nagyon jó, de sokkal több szöveg van benne. Én kb. 60 oldalt, hogyha így kiollóztam belőle, és akkor azt kellett egy másfél hónap, 2 hónap alatt igazából ráérősen megtanulnom. És akkor mondom, a filmet még nem is láttam. Igazából részleteket láttam belőle, egy-két színe, érdekesebb, ilyen varázslatosabb pillanatot, de egyben nem néztem meg, pont azért, hogy ne befolyásoljon. Hú! Legyen a neve Kedd! Kottyantott bele Sam Stahl az egyik pincért. Ha már Kedden találtad, hívjad Keddnek! Az öreg Danny arca egy pillanatra ökölbe szorul, de azért csak kioldott egy mosolya. Nem vagy te olyan hülye gyerek, Sammy, mert hogyha belegondolok, ennek a szaros új századnak az első évében találtam, nem igaz? Oda figyelj, Novecentónak fogom hívni. Novecentónak? Novecentónak. Az egy szám volt, most már egy név. Danny Woodman, T.D. Lemon, Novecento. Hú, apá, micsoda név. Hú, az Istenemet. Messzire jut egy ilyen névvel. Aztán a karton doboz fölé hajoltak, a kis Danny Woodman, T.D. Lemon, Novecento rájuk nézett, elmosolyodott, ők meg hát teljesen lemerevettek. Elképzelni nem tudták, hogy egy ilyen pici csöpség képes legyen ekkorát tojni. Ami nagyon fontos szempont, hogy emberi történet és hogy időtlen. Tehát mondom, 10 éve kezdtem el, és egy pillanatát sem bántam meg, hogy ehhez a matériához nyúltunk. 7. évben, mint egy jó házasságban, így kicsit megigazítottuk a sorokat, és ez most jót tett neki. És személyesen attól vált, hogy egy nagyon jó emberi történet.
tényleg ezzel az elfogadásról, arról, hogy bárkinek lehet furcsa stikje, és nem muszáj beállni a sorba, fogadjuk el, hogy ilyenek vagyunk. Előbb-utóbb úgy is illeszkedni fog a rendszerhez az ember, de amíg lehet, addig bízunk benne, hogy jó irányt vesznek a dolgok így is. Az öreg Danny még 8 év, 2 hónap és 11 napig volt tengerész. Egy tengeri viharban az óceán közepén egy elszabadult csörlő hátba kapta. 3 napig tartunk, míg meghalt. Valami eltört benne, aztán nem lehetett többé összerakni. Kisfiú 8 éves volt ekkoriban. Odaült Danny ágyához, és nem mozdult onnan többet. Volt nála egy halom régi újság, és iszonyatos erőfeszítéssel olvasta fel az öreg Dannynek, aki elpatkolni készült, valamennyi lóversenyfutam eredményét, amit csak talált. Úgy rakta egymás mellé a betűket, ahogy az Danny tanította neki. Szigorúan az ujját, szigorúan az újságpapírra nyomva, lassan olvasott, de olvasott. Így történt, hogy a Danny a chicagói 5. futam alatt halt meg, amit ivóvíz nyert meg, 2 fej hosszal zöldségleves és 5-tel kék alapozó előtt. Igazság az, hogy az öreg Danny nem bírta ki, hogy ne nevessen ezeken a neveken, és hát kiröhögte a lelkét. Betekerték a testét egy nagy fehér vászonba, és visszaadták őt az óceánnak. A kapitány vörös festékkel csak ennyit írt a vászonra. Thanks, Danny. Tudtommal fut párhuzamosan egy pár ilyen előadás, ahol ki vannak osztva, van egy ilyen 3 szereplős verziója is, meg alapvetően azt nem tudtam elképzelni, hogy van még, ha jól tudom, Örkény Színház Csúlya Imre által, és prezentált előadás, nem tudom, hogy létezik-e még, hangos könyvben biztos, hogy ő mondta fel. A lényeg az, hogy említettem, hogy egy olasz származású barátom ajánlotta ezt a könyvet, magyar nyelven adta át, és náluk ez nagyon fontos szempont, hogy hinni kell a szövegben. Tehát én szándékosan nem akartam színházas írt, teátrálissá vinni. Annyira hömpölyög, annyira hullámzik szépen a történet, hogy ilyen nagyon keskeny mesdjén viszem a nézők figyelmét, és hát amikor a lehellet megszegik, és tényleg meg lehet hallgatni a legyet, akkor érzem, hogy együtt dobban. A kedvenc történetem, hadd csapjam ide, hogy volt egy hajón egy előadásom, és pont annál a résznél, amikor tengeri vihar van, és a zongora elkezd táncolni, a tengeri vihar szócskánál egyszer csak nekünk csapódott egy menetrend szerinti hajócska, és mindenki belekapaszkodott a 3 grammos műanyag székébe, hogy menekítse a kis testét, de nem jutottak odébb. Tehát együtt voltunk határozottan, többenetes, hogy felesleges szerintem egy újabb kört, meg rétegeket rápakolni. Fogtam magam, elindultam vele. Ő sétált, én meg, hát az valami más volt, de akárhogy is odaértünk a bálterembe. Néhány dolognak neki nem, de én persze, mert ő, mintha sinen járna. Megérkeztünk a zongorához. Szinte teljes sötétség, csak itt-ott néhány kis lámpa. Novacsentó rámutatott a zongora a lábára, és azt mondta, na vedd ki a peckeket. De csak a hajó iszonyatosan táncolt. Igen nagy baromság lett volna kiengedni a fékeket. Ha bízol bennem, kiszeded őket. Ja, hogy ez őrült. És kivette. És most gyere, ülj ide. Fogalmam sem volt róla, hogy mi a szándéka. Nem értettem. Ott fogtam azt a hatalmas nagy zongorát, ami elkezdett csúszni, mint egy bazi nagy fekete szappan. Nagyon kellemetlen volt, esküszöm. Nyakig a viharban, aztán az a másik is, ott a zongoraszéken ülve, a másik szappan. Kezei mozdulatlanul a billentyűkön, ha most nem szállsz fel, többet nem fogsz, szólt rám mosolyogva az őrült. Én nem ma terveztem meghalni, meg egyébként is annyi dolgom van még az életben, nem hiszem, hogy alkalmas lenne nekem, meg egyáltalán tudod mit? Nem érdekel, ha ma kell megtörténni, akkor tessék, és akkor most ne félj. És elkezdett zongorázni. Senkinek sem kötelező elhívni.
valaki nekem mondaná, én nem inném el. Számára akkor válik igazán személyes szerep, ha valamilyen módon megtalálja bele. Zongora. Egyé válni a szerepel, történettel, sajátként megélni, sajátként mesélni. Ez az őszinteség és ilyen formázatelesség kulcsa. Novecento történetében sokan megtalálhatják önmagukat, vagy éppen ellenkezőleg azt az önmagukat, amik sosem lehettek vagy mertek lenni. Üvegfal felé indult, de aztán látod elkezdett. Akár úgy kell a fogódzó. Így kell ugyanis életre az, ami egyébként csak papírban. 30 évesen kitaláltam, hogy elég a kalandozásból, és hogy akkor megtalálom inkább leszűkítem a lehetőségeimet egyre, hogy aztán egyre koncentráljak. Azt szerettem korábban, hogy mindenhova van egy kis érzékem, vagy valami kis fogékonyságom, és azt gondoltam, hogy ettől majd sokkal több leszek, de inkább most már leszűkítettem ezt a lehetőséget, mondom, most már egy dologra koncentrálok, és hát ez viszont azzal jár, hogy néha furcsának találnak. Mondom, személyessé vált az ügy, ez a saját történetemként mesélem el. Emlékszem. Bizony évek teltek el, mire összeszedtem minden bátorságomat, és megkérdeztem tőle. Hé, te Novecento, miért nem szállsz le egyszer? Mi? Miért nem szállsz le egyszer? Csak egyetlen egyszer? Miért nem hagyod itt ezt az imbolygó börtön? Nézhetnéd az uszályokat a Pannonföldről, meg a többi. Azt csinálhatnál, amit akarsz. Hát úgy zongorázol, mint egy isten, te. Megőrülnének, érted? Egy rakás pénzt kereshetnél. Aztán kiválaszthatnád magadnak a legszebb házat. Még hajóformájúra is csináltatok, mert kit izgatna? Aztán oda teszed, ahova akarod. Bertram Street-e vagy a Tiflisek szerint. Bármiség. Nem csinálhatod ezt a hülyeséget. Egész életed, ezt az ide-oda ingázást, mint egy hülye. Ó, barátom! Hát te nem hülye vagy! Há! Nagy vagy! A világ meg ott van. Csak le kell menni azon a lépcsőn. Mi az neked? Most komolyan, Jézusom, hát néhány szaros lépcsőfok. Mi az neked? Egyszer? Miért nem mész le egyszer? Csak egyetlen egyszer? Novecento, miért? Miért?